Üdvözlünk mindenkit hatalmas nagy szeretettel, sziasztok, én Zoli vagyok, és itt ül mellettem Kócz, társasjátékos rajongó, aki több alkalommal írt már a társasjáték csoportba társasjátékos véleményezéseket, és elhatároztam, hogy meghívom egy különleges rész erejéig. Szia! Sziasztok! Ez itt a Mit játszunk vlog, és most jön az intro. Ha szívesen értesülnél minden új videónkról, iratkozz fel a csatornánkra! 2021 döbbenetesen izgalmas évnek ígérkezik, rengeteg bejelentés érkezett, és elhatároztuk, hogy készítünk egy beszélgetős videót arról, hogy picit végigmegyünk ezeken a játékokon. Sokan, akik most ismerkednek a társasjátékos világgal, láthatnak egy-két játékot, de hogy konkrétan milyen volumenről van szó, milyen nagyságrendi mennyiségben érkeznek meg játékok, szerintem egy külön beszélgetés megér. Hogy látod, hogy gazdagabb év lesz 2021, mint 20? Vagy hogy hát már 2020 is elképesztően gazdag volt szerintem megjelenésekben. Én még azt hiszem, hogy 2019-ben csíptem el egy mondatfoszlányt, amiből az derült ki, hogy csak a Delta önmagában valami 90-valahány játékot jelentetett meg abban az évben, ami ha belegondolunk, hát egészen elképesztően nagy szám ahhoz képest, hogy Magyarország milyen kicsi piac. Nem látom előre, hogy mi lesz 2021, de határozottan azt a trendet érzem, hogy folyamatosan egyre több a magyar nyelvű megjelenés. Ami érdekes, hogy nem csak mennyiségben, hanem mélységben és minőségben is, tehát nem csak vertikálisan, horizontálisan van mélyítés. Egyre komplexebb játékok jelennek meg. Nekem bizonyos szempontból mérföldkő volt anno homály rév, a nagyságrendét tekintve. Ilyen költségvetést kérő játékok korábban már voltak, csak így apránként lehetett annyi pénzt költeni egy játékra, mint a homály révben egyben, és most is van egy-kettő izgalmas cím, amit szerintem egy-két mondatot megér, de rengeteg játék van ezen a listán, ami most így 2021. február végén kerül felvételre, tehát egészen biztos, hogyha ezt később nézitek vissza, mondjuk holnap, akkor lehet, hogy lesz egy-kettő játék, ami azóta már megjelent, erről mi nem tudtunk, tehát legjobb tudásunk szerint igyekeztünk összeszedni ezt a listát. Nem feltétlen célunk, hogy tökéletesen hiánytalan legyen, de igyekeztünk aképpen művelődni, amit a kiadók bejelentettek. Ezek a játékok nagy valószínűséggel 2021-ben megérkeznek, de előfordult már, hogy tavasszal várható az érkezés, csak főleg a Covid miatt előfordulhatnak késések, karanténok, vámok, amik lassítanak ezen a folyamaton. Tehát most mi ezekről tudunk, sőt, ezek közül van egy-kettő, ami már meg is jelent. Igyekszünk széles körül minden kiadóra egy picit rátérni. Kezdjük a Game Club-bal. Nem bejelentési sorrendben mennénk ezeken keresztül. Renature, újjáéledő természet. Újjáéledő természetű Kramer Kisling játék. Dominós elemeket pakolgatunk egymáshoz, természet közeli, meglehetősen kiszorítós történet. Egy elég érdekes játék, és én is azt éreztem benne, hogy oda kell arra figyelni, hogy egy viszonylag emészthető időtartamot emészt vagy igényel a játék, de azért ott nagyon erősen lehet ügyeskedni azzal, hogy a másik elől vegyük el a pontokat, úgyhogy nem biztos, hogy mindenkinek ugyanazt az élményt fogja nyújtani. A Kramer Kisling játékokban mindig látok egy eleganciát, amikor nagyon szép szimmetrikus, tehát nem ilyen nagy történetet elmesélő. Nekem most a Párizs volt ilyen tavaly megjelenések közül, ami modernnek érződik, egy csomó izgalmas modern megoldás van, de nagyon szép szimmetria jellemzi. Tehát hogy nem, nincs ilyen Stonemaier-es túlbúrjázás, ez is, hanem de meglehetősen könnyű definiálni, hogy a játékos pontosan mit csinál a saját körében. Ami érdekes, hogy a Vladimir Szúvi mester csinált a feleségével egy kiadót, ez a Delicious Games, és az Underwater Cities, meg a Praga kaput regni, az ami két nagy cím, ezek nagyon nagy elismerést kapott, magasra pontozott játékok a BGG-n, és az Underwater Cities, meg a Praga kaput regni is érkezik. Várhatóul a 2021-ben. Azt egy irodást adtad nekem, amikor beszélgettük és egyeztettük ezt az alkalmat, hogy főleg a picit komplexebb eurótípusú játékokkal játszol. Tehát igaz. Szerintem egyébként érdemes összehasonlítani, ha már van két szuki játék a listán, akkor érdemes őket egy picit összehasonlítani. Nyilván a Praga kaput regni az egy egészen friss játék, tehát tavalyi év végén jelent meg, és az a könnyedebb a kettőből, ez viszonylag egyértelmű, és sokkal szebb. Én szerintem. Tehát az Underwater Cities szépség terén, hát nem feltétlenül az a játék, amiről az jut először eszembe, hogy hú, de nagyon szép, nagyon jó játék. Viszonylag összetett játék, a Praga kaput regni egy picit könnyedebb, viszont sokkal szebb. Én nem tudom, hogy mi ez a stílus, amit alkalmaznak benne, ahogy le van benne rajzolva a város maga, az épületek, de fantasztikusan jók a színei, nagyon magával ragadó élénk színei vannak, nagyon bírtam.
maga a játéknak a mechanikája, az pedig viszonylag egyszerű, két nyersanyagunk van, fejleszthetjük a termelést belőle, vagy bevételezhetünk belőle, és a nyersanyagok segítségével hatszöglapkákat vásárolhatunk, amit különböző helyekre tudunk lepakolni, és aztán persze ezeket úgy akarjuk lepakolni, hogy egymással érintkezve kölcsönhatásba lépjenek egymással. Kellemes játék, nagyon szerettem. Ticket to Ride Európa 15 éves jubileumi kiadása. Ticket to Ride. Volt-e már szerencsét hozzá? Abszolút, az egyik nagy családi kedvenc nálunk otthon a Ticket to Ride, és biztos vagyok benne, hogy ez a 15 éves jubileum is egy nagyon szép kiadás lesz. Hát a 10 éves jubileumi, ami ugye már nyilván sehol se kapható, az egészen fölfele megy az árfolyama, tehát lényegesen drágában lehet megszerezni most, mint amikor megjelent. Nem lesz olcsó, azt lehet sejteni. Mert hogy magyar árat nyilván nem tudunk, külföldi árakat tudunk, azok elég magasak. Hát talán az vigasztalhatja az embereket, hogy itt is van remény arra, hogy ha esetleg eltelik még 5 év, és akkor valaki meg akar szabadulni tőle, akkor ugyanannyit vagy többet fog kapni érte, mint amennyit befektetett. Nagy kérdés bennem, hogy ki a célközönsége pontosan ezeknek az a szép nagy jubileumi játékoknak, mert ugye van a rajongó, akinek nagy valószínűsége megvan a játék, és akkor megjelenik egy ilyen gyönyörű szép deluxe kiadás, hogy minden egyes kis kocsinak külön dizájnja van, festett az a táblakép, te jó Isten. Én szerintem, hogyha valakinek a Ticket to Ride Európa az előkerül hetente, és nagyon sokat játszik vele, és egyébként nincsen 100 játéka, csak 20, akkor az egy tök észszerű választás lehet, hogy ezt lecserélem egy jobb verzióra. Tehát hogy az olyan, mintha 2-3 másik játékot venne, ami új, hogyha ő neki nincs arra igénye, hogy még vegyen 2-3 másik játékot, hanem hogy a hetente egyszer, amikor leül, akkor játszon egy még jobb játékkal, ami kinézetben még kellemesebb, akkor ez jó választás lehet. Fanamúci, ez a limitált kiadás, ugyanis ez tényleg limitált, és egy csomószor tetten érhető, hogy a Carcassonne-nak volt egy ilyen Meeple alakú doboza, ami most már horroráron kapható, ha azt szeretnéd, de ilyenek a téli kiadások, a Hansi Glück szokott ilyen, a Stonisnek is most volt egy ilyen téli kiadása, hogy most a viszonylag könnyebben kapható még a Tokió királyának ez a Dark Edition doboza, ami el fog fogyni, és elképzelhet, hogyha később szeretnéd, akkor már sokkal-sokkal mélyebben a zsebedbe kell nyúlni. A következő bejelentése a szókötő. A korábbi nagy siker címük volt, az a Csak egy. Ez ilyen lóherés, szóalkotós történet. Divatnak érzem most a belépő játékosokra lőni, hogy nagyon könnyed szabályrendszerű, alapvetően ügyesen műveltségi játék, ilyen szókincsfejlesztő játékkal dolgozik. Utána néztél a szókötőnek. Próbáltam, semmilyen információt nem találtam róla, annyit tudok, hogy valamilyen szóasszociációs játék ez is. Amiből sok van, és egy kicsit csodálkoztam is, hogy miért akar a Game Club még egyet hozni, hiszen van már két igazán remek címük, a Fedőnevek és a... milyen volt a másik, ahol ilyen piros lapkákat, vagy piros fólia mögé kell berakni a kártyát. A Kódfejtő. Kódfejtő. És mind a kettő egy remek játék, és még egy szó asszociációs, lehet, hogy jó lesz. Ami még nagyon divatos cím a szójátékok, mert az a Projekt L, az a Poliomino, azaz a Tetris-es játékok. Nagyon eleminek érződik, nagyon, nagyon letisztultnak ez a Projekt L, vagy Project L című szép, fekete, ígéretes, elegáns, dobozos történet. Mennyire vagy otthon a Poliominós játékokkal? Hát nekem van egy nagy kedvencem a Poliominós játékok közül, ami kilóg igazából a műfajból, ugye ez a Feast for Odin, hiszen abban benne van a Poliominó, de azért alapvetően az egy nagy léptékű heavy euro játék. Egyébként nincsen problémám velük, szeretem őket, nem feltétlenül a kedvencem. Talán itt azt érdemes megemlíteni a Project L-nél, hogy ez egy engine building, tehát egy motorépítő játék, ahol folyamatosan egyre több elemhez tudunk hozzájutni. A megépített kártyáink, ha jól emlékszem, mert kártyákon kell megépíteni a kis alakzatokat, azok segítenek újabb és több alakzathoz hozzájutni. A következő cím a Kalikó. Na, a Kalikó egy érdekes tünemény, volt szerencsénk jó párat játszani vele. Ez egy teljesen elfüggetlen játék, ilyen pici hexa mintákat pakolgatnak a játékosok különféle szabályok köré. Cica takarót készítünk, megpróbálunk pontot gyűjtögetni, de nagyon
fura volt és diszonáns az élmény, hogy egy nagyon ilyen kis cuki, kis dorombolós, ölembe kis cica játék borító mögött egy ilyen agyamat nyásra tekerő és grillen sütő élmény volt, amikor a játékosra bízza, hogy hány és hány szabálynak próbálsz megfelelni, és hogy megpróbálsz úgy lapkákat lepakolni, hogy oda is pontot érjen, meg oda is pontot érjen, meg oda is pontot érjen, és egy ilyen icipici választékból választasz mindig, tehát három lapka közül választod, hogy mit fogok következőnek letenni, és nagyon csendesek lettünk a játék közben, nézem a játékasztalt, és eszeveszhető számolok, hogy azt elengedtem, akkor az összejöhet, és pláne akkor még a macska, és akkor a különféle színek, és hogy ez csak a mintázatot, és csak a színét. Hú, próbáltad a kalikót? Próbáltam a kalikót. Én elsőként azt említeném meg róla, hogy borzasztóan jól néz ki ez a játék. Tehát, hogy nagyon-nagyon igényesen van kivitelezve, nagyon szép kartonelemek vannak benne, nagyon jól néz ki a grafikája. Tehát nagyon jó élmény vele játszani, és ha valamit föl lehet neki róni, akkor az az, hogy igazából elég kevés elem közül tudsz mindig választani, és nagyon ki vagy téve annak, főleg a játék végén, hogyha neked egy bizonyos elem kéne, akkor följön az az egy elem, vagy nem jön föl. És hát ez lehet egy picit olyan élmény, ami elveszi az ember kedvét a játéktól, hogyha mindig azzal szembesül, hogy soha nem jön fel, nyilván néha föl fog jönni. A másik oldalon meg lehet említeni, hogy egy viszonylag gyorsan lejátszható 30-60 percbe beleférő játék, tehát lehet azt mondani, hogy játszunk vele hármat, és akkor majd az egyiknél kiadja. Szerintem lehet egyébként úgy játszani ezt a játékot, bár én nem próbáltam így játszani, hogy nagyon odafigyelsz arra, hogy mire vágyik a másik, és kivenni előle, hogy ne tudja megszerezni, mert az neki túl sok pontot ér. Hát, hogy szerintem gyakorlatság kérdése, amikor nagyon rutinos vagy ezen szabályok értelmezésében, hogy akkor ABBCC, vagy akkor ABC, pontosan milyen kódolást kérnek, és hogyha meg tudom emelni a tekintetemet, és szempont az, hogy a másik mire gyűjt, és esetleg sorban a következő játékosra rá tudok lépni, szerintem két játékosnál ez inkább. Tehát, hogyha a pattogtatjuk egymás között, a sokkal nagyobb a ráhatásom arra a hármas kínálatra. Mindig megvan arra az esély, ugye, amikor te kiválasztasz egyet a háromból, utána töltődik, lehet, hogy jön egy ugyanolyan. És akkor teljesen fölöslegesen fölveti egy olyat, ami neked nem jó, megpróbálták kiszúrni a másikat, de az se sikerült. Ez benne van a pakliban. Kínálatban dolgozunk. Időközben megjelent a Watergate ügy. Ez egy ilyen pici, csak ketten játszható, meglehetősen konfrontatív társas játék. A témája ez a Nixon botrány körüli Watergate egymással kitolós újságíró szkanderozik a Nixon embereivel, hogy így picit-picit körbe szorítsa őket. Nekem komfortzónán kívüli élmény ennyire konfrontatív játékokkal játszani, de nagyon üdvözítem mindig, amikor csak ketten játszható játékok jelennek meg. Próbáltad a Watergate ügyet? Nem próbáltam. Egyébként én sem szeretem a konfrontatív játékokat nagyon, de pont a két személyesben nem szokott zavarni az, hogy a másik ellen, mert igazából ott mindig az az érzésem van, hogy amit a másik ellen csinálok, az pont ugyanolyan, mintha magamért csinálnám, mivel igazából olyan, mint egy kötelet húzogatnánk jobbra-balra. Abszolút, abszolút. Beszéltünk korábban a Homály Révről, mint egy nagy volumenű játék, és hát kér rászállás mind költségvetésben, mind időben, mind rászánt szabálytanulásban. Ennek egy ilyen kompaktabb változat az Oroszlán Falka, a Homályi Oroszlán Falka, nagyon magasra értékelt a Board Geek-en, nagyon szeretik, mert állítólag ez a zippelt, ez a picit összesűrítettebb, könnyedebb változata a nagy Homályi Révnek, hogy tudja mindazt, amit a Homályi Rév, csak rövidebben, egyszerűbben. Igen, én hallottam olyan véleményeket, ami szerint oda fog érni ez is a BGG top listán az első kettőbe, vagy megelőzi az elődjét, vagy nem. És nem próbáltam ezt a Homály Révnek ezt a verzióját, az eredetit kipróbáltam egyszer. Azt mondják, akik értenek hozzá, hogy ez sokkal jobb azoknak, akik kezdőbb oldalról érkeznek, tehát sokkal emészthetőbb mennyiségű tartalom van, mert hát a Homály Rév az közel 100 parti. Simán, nagyon lassan fejlődsz, csak van barátom, aki végigjátszotta, és ő viszonylag komoly társasjátékos, és egy évig szinte csak Homály Révet játszott. Igen. Hát ha belegondolunk, 100 játék, az heti 2 játék alkalom, és az egy évig tart, tehát ez borzalmasan sok. Ebben valamivel emészthetőbb mennyiségű tartalom van, és
nem tudom, hogy a szabályok mennyiben térnek el, hogy azok könnyebbek egy kezdő számára. A Check Games Editionnek erős éve volt 2020, nem lepett meg, hogy az Lost Ruins of Arnak, az Arnak elveszett romjai érkezik magyarul. Megmosolyogtató történet, feleségemtől kaptam karácsonyra ezt a társasjátékot. Nagy örömmel készülött, már bele csomagolva, amikor bejelentette a Game Loop, hogy érkezik. Örülök neki, én szeretem a Check Games Edition-ös játékokat, és számomra ez tipikusan az a játék, hogy nagyon lúg a levegőben, hogy érkeznek kiegészítők. Ez a Fantasy Flight Games modell, hogy van egy nagyon szépen működő alapjátékunk, amiben van X mennyiségű parti, de hogy nagyon nyitott a kiegészítőkre, ami a Check Games Edition munkásságától egyáltalán nem idegen. Tehát kíváncsi vagyok, hogy milyen ilyen olyan újabb szörnyetegek, meg őrzők, meg mindenféle klassz dolgok érkeznek meg az Arnakhoz, ami elsősorban a szépségével vett le a lábára, hogy gyönyörű szép azt a kép a dolgozó játék. Igen, szép, és nagyon-nagyon igényesek a komponensei. Nem láttam sajnos fizikai példányt belőle, de videót láttam róla, és ott látszik, hogy azok a kis tabletek fantasztikusan jól meg vannak csinálva. Tehát, hogy odafigyeltek arra, hogy nem egy standard komponenssort rakunk bele, hanem tényleg specifikusat, ami tényleg erről a játékról szól, ehhez a játékhoz készült, és nagyon meg tudják növelni ezek is a játékélményt. Nekem nagyon tetszett a munkás lehelyezés, hogy egymásnak bővítjük azt a bizonyos kínálatot, ahogy haladunk egyre mélyebben a dzsungelben, egyre több és egyre nagyobb, gazdagabb lehetőséget kínáló helyszínen érhető. Jó pofa a pakli építésben, hogy nincs dobópakli, hanem úgy működik, hogy amikor lejátszottam kártyákat, akkor ezt rögtön a húzópakli alá teszem. Tehát, hogy ezt a random, ezt a teljeset megkeverem, és elképzelhető, hogy a legfrissen vett kártyám rögtön előkerül, vagy sose vagy a legvégén kerül elő. Tehát ezt egy picit csillapítja a játék, nem dolgozik dobópaklival, hanem ez egy ügyes megoldása az alap paklépítős gondolatnak. Leginkább a paklépítéssel kapcsolatban ezt szokták kritikaként felhozni, hogy hatalmas a szerencsefaktor, hogy ezen kártyák egymás hatása pontosan hogy működik, és ezt egy picit ügyesen csillapítja egyébként a Lost Ruins of Arnak. Marvel Splendor megjelent már, kapható, ez a Splendor mechanizmusban nyúl egy icipicit bele. Próbáltad a Splendort? A Splendort ismerem, kedvelem. Nem szeretem annyira, mint nagyon sokan, tehát én nagyon-nagyon sok összehasonlítást hallottam, amikor megjelent a Century fűszerút. Uh-huh. Jó, azt nagyon sokszor hasonlították a Splendorra, és nagyon sok olyan vélemény volt, hogy hát azért a Splendor. Szerintem nem. De ettől függetlenül a Splendor egy jó játék, végtelenül egyszerű játék. Igen. Igazából. Igen. Nagyon jutalmazó játék, tehát folyamatosan építed az engine-edet, és nagyon gyorsan bővül, és egyre többet tudsz csinálni. Tehát ez jó benne, és gyorsan lemegy, és van benne taktikázási, stratégiázási lehetőség. Én örülök neki. Nem véletlenül örvend elég régóta komoly népszerűségnek a Splendor. És hát az, hogy ez a ékkőgyűjtögetés, ez összejön a Marvelnek a kesztyűjével, ez egy majdhogy nem automatikus ötlet. Igen, szerintem ez ügyes, hogy nem érzem, hogy nagyon ráfeszítetnek, mert nekem például Harry Potter Scrabble ilyen, se nem Harry Potter, akkor már inkább Scrabble, tehát mint tehénen a gatya. Itt viszont úgy rímelve érzem, hogy pontosan miről van szó. Nem idegen, és nagyon kíváncsi vagyok ezekre az apró változtatásokra, még én sem próbáltam. Menjünk tovább! René Knizia játéka a Whale Riders, a Bálna Lovasok, Vincent Dünteri illusztráció, ő a kedvenc illusztrátorom, elképesztő, regényes, én nagyon szeretem, amikor indiánokat rajzol, tehát amikor ilyen vadnyugat volt, ilyen amerikai natívok kijönnek, egy gyönyörű szép történeteket mesélnek el az illusztrációi. René Knizia játék, nem tudom, hogy mennyire szereted a szerzőmester munkásságát, vagy hogy pontosan hogy... Hát ugye René Knizianak az alapvetése, hogy egy játék akkor van kész, hogyha abból már nem lehet úgy elvenni, hogy az még élvezhető maradjon. Én azt szeretem, amikor egy játékfejlesztő a másik irányba gondolkozik, amikor azt mondja, hogy ehhez már nem tudok többet hozzáadni, úgyhogy az még emészthető maradjon. Úgyhogy ebből kifolyólag nekem nem ő a kedvencem. Uh-huh. Igen, láttam egy képet, ahol a Lisboát, a Lisszabont fogad. Igen, a Lacerda a másik oldala ennek az érmének, amikor ilyen barokkos, és még azt is elbírja, hogy még az a döntés is segít, és még az is elnyolja. És a játékos egy ilyen elképesztő döntés
dzsungel közepén találhatja magát, hogy mind valid útvonal. Nécia elsősorban az 1-2 sok alapján számol, amikor játékos, akkor éppen két dolgot tehet. Igen, ám csak 8 forduló után azok már nagyobb horderővel bíró döntések, és nagyon jól áll az ő munkássága szerintem az a kezdőknek, aki most húha pontosan mit csinálják, és a bánalovasok is alapvetően ilyen pici erőforrásokat gyűjtögetünk, és célkártyákat próbálunk megteljesíteni. Mm. Tehát egy kifejezetten belépő barát, és örülök, amikor ez az egyszerűség Vincent Dutré tolajának szépségével találkozik, izgatottan várom a bánalovasokat. Taken Oko Cibis, Taken Oko Anton Bauzának a játéka, és érkezik Mariulla kiegészítője is, jó pár ideje, vagy jó pár hete, hónapja nem kapható az alap Taken Oko, egy végtelenül cuki kis pandás játék, ahol a pandát közösen etetjük. Próbáltad esetleg? Hát valamikor nagyon rég játszottam az alapjátékkal, a kiegészítő nem tudom, hogy mit tud. Ő behozza a panda lányt, és akkor már nem csak a pandát, hanem a panda lányt is menedzseljük. Nagyon sokan szeretik. Keresik a játékosok, és a szépen a Kníciához is köthető az egyszerűséget, hogy akinek nem nagyon van tapasztalata, minden mechanizmus új, minden vicc új azoknak, akik most ismerkednek ezzel a műfajjal, a kevesebb több szabály nagyon fontos, és a Taken Oko esetében is nagyon hamar kap sikerélményt a játékos, és ez a pici kiegészítő is szépen színesíti a játék világát, és igen, szerintem nagyon sok játékosnak fontos, hogy legyen cuki. És például, amikor a pandalány is megérkezik, meg a kis panda gyerekek is megérkeznek, nagyon szép, kedves, szívmelengető élménnyel találkozhatnak a játékosok. Menjünk tovább a Cloud City című játéka. Phil Walker Harding neve. Mit jelent számodra? Vagy hogy? Semmit. Tényleg? Az ég egyet a világon semmi. Képzeld, nekem ő az egyik kedvenc szerzőm. Yeah. Ő belépő, egyszerűbb családi játékokat csinál, ilyet, mint a Kakaó, ő csinálta a Silver and Goldot, ő csinálta a Beren Parkot, ő csinálta az Imhotepet, tehát ezek ilyen, végül is az is játékok sokaknak, de nekem szerzőként elképesztő inspiratív, hogy annyira szimmetrikus, annyira kedves, annyira egyszerű és annyira gazdagon adó a játékosoknak, ezek általában belépő játékok, és a Cloud City is ilyen levegőbe építünk ilyen pici hidacskákat, hogy a lehető legügyesebben fűzzük ezeket össze. Ő nagyon kevésből épít szerintem nagyon sokat. Tehát ő nagyon jó kis építkezős élményt ad a játékosoknak, a legkonfliktusdúsabb játék az Imhotep. Nem tudom, próbáltad, de iszonyatosan személyt, amikor közös hajóink vannak, és nem biztos, hogy arra az adott helyre küldeném a kis kockáimat, mert egymásnak küldözgetjük be ezeket a kockákat különböző helyre, de alapvetően egy nagyon barátságos játékszerzőről van szó. Hát valószínűleg azért nem mondott nekem semmit a neve, mert a legtöbb first-rolt játékot én nem próbáltam, amit elmondtál. Magáról a Cloud City-ről arról próbáltam tájékozódni, és jó pofának tűnik az, hogy igazából kihasználja ez is a teret. Három szintű épületünk van, és az azonos szinten, azonos magasságú épületeket kell összekötni hidakkal, és minél hosszabb hidakat tudunk csinálni, annál több pontot fog ez érni. És hát ugye nyilván a alacsonyabban fekvő épületeknek a hídja az nem tud átmenni a magasabb épületen, tehát ott azért igényel egy kis tervezést a abszolút játék. Nagy divatja van mostanában a nyomozós játékoknak, több nyomozós játék is érkezik, ebből az egyik a Bűnügyi Krónikák 1900. Brand épület köré próbáltad? Nem. A Bűnügyi Krónikák egy applikációt használó helyszínelős társasjáték, most az 1400-ba tettünk pár játékot, szétnézzünk a középkorban picit. Az 1900-as évekbe is szétnézhetünk majd hamarosan. Gondolom a kornak megfelelően tudunk majd beszélgetni különféle emberkékkel. Mennyire vagy otthon a nyomozós? Mennyire szeretsz nyomozni? Kevésbé jellemző, hogy ilyeneket. Még ezeket a szabadulószobás játékokat néha próbálom, de abból sem nagyon sokat. Most Rékában nagyon elcsúsztunk az állokokra, fantasztikusan izgalmas megoldások vannak. Most elkezdtünk az angol állokokkal is foglalkozni, alapból az első három rész jelent meg magyarul. Ha valaki bírja az angolt, akkor szerintem nem annyira bonyolult. Maximum megállítjuk, és akkor utána nézzünk egy központi kifejezésnek. Én ajánlom egyébként, hogyha valaki a csúcsát keresi, akkor én most merem azt állítani, hogy az állok számon most a kijutós játékoknak a királya. Elképesztően izgalmas megoldásokkal dolgozik. A Time Stories-nak érkezik a Lumen Fidei kiegészítője. Ugye ez egy egyszer játszható játék, hogyha ismered a poénjait, megoldásait, akkor már nem nagyon tudsz újra nekifutni, viszont nem történik alkatrészrongálás, tehát ezen állokra is, meg a Time Stories-ről is igaz, hogy szépen visszapakolgatom sorrendbe a kártyákat, és akkor a baráti körben ezt tud cirkulálni a többiek között, de érkezik új szabaduló pakli is, ebből eddig 6 rész jelent meg. Én nagyon szeretem, amikor nem kell külön nagyon tanuljak játékot, hanem a játék tanítja magát. Sokan emiatt óckodnak a társasjátékoktól, hogy mielőtt még elkezdenék játszani, teszem azt a Lisboával,
tanulunk, tehát viszonylag hosszabb szabályrendszeren kell átrágni magamat, és ezekkel a játékokkal olvasom, és már rögtön el is indul a játék. Tehát nem azzal kezd, nincs küszöb. Biztos, hogy nem érdemes egy kezdőnek leülnie egy olyan szabályhoz, amit, hogyha játékmester mondja, akkor is másfél óráig tart, hogyha magának próbálja, akkor elmegy rá egy teljes nap. És igen, nagyon jók ezek a bevezető jellegű játékok, ahol tényleg már egy 5 perc szabálytalanulás után, vagy akár annyi nélkül. Kíváncsi vagyok, hogy divat lesz-e az a nagy játékoknak egy ilyen kisebb változata. Korábban említettük a Homáriv az oroszlán falkát. Ennek egy ilyen sokkal populárisabb változata az a Pandemic Veszélyzóna Európa. Európa? Veszélyzóna Európa. Veszélyzóna Európában. Európai veszélyzóna. Pandemic. Amikor kevesebb vírus, kisebb tábla, nagyjából negyed óra játékidő, és a Ticket-Ride-nak is egyébként ez volt ez a Amsterdam, New York, London változata, amikor a nagy egész órás játékot úgy picit úgy sűrűsítjük, és ez egy nagy kérdés bennem, hogy kapom-e azt a játékélményt, vagy elvárhatom-e egyáltalán azt a játékélményt negyed órában, mint egy filler, amit egyébként megszoktam a nagy játéktól. Igen, ez kétségtelenül egy kérdés, amit nem tudok megválaszolni, mert leginkább, mert nem nagyon próbáltam ezeket a rövidített verziókat. A Pandemic, mi is, Veszélyzóna Európa? Veszélyzóna Európa. Nem próbálom elszavarni, ahogy te csináltad. Az ugye annyiban különbözik, hogy egy kisebb tábla, csak 3 vírust kell legyőzni, és egy picikét változik a játékszabály is, megjelennek benne ezek a kríziskártyák, hogyha jól ismerem. Igazából csalok, mert ugye a Veszélyzóna Európáról megint csak nincs semmilyen információ felelhető, az amerikairól van. Én meg azt gondolom, hogy ez ugyanazzal a szabályrendszerrel egy másik térképen fog operálni. És közben megjelent a Robbanó Cicák Party Pack 2x annyi kártyával. A Robbanó Cicák döbbenetesen népszerű játék, a Game Club most csinálja ezt az Extreme Party játék sorozatot, ami vállaltan komfortzónából kirobbantó élmény a játékosoknak, tehát olyan dolgot csinálnak a borítóhajítóban is, ami általában nem annyira elfogadott egy játékasztalnál, és ez a villamos dilemma is egy csomó olyan kérdés vett fel, ami hogyha valaki szeret rajta gondolkodni, akkor tök jó, de kifejezetten az a célja ennek a sorozatnak, hogy úgy legyen fura, legyen extravagáns, legyen sok. Tartok tőle, hogy ezek között a játékok között előforduljon néhány olyan, ami extrovertált embereknek kellemes élmény, az introvertáltaknak nem feltétlenül az. Tehát amikor valaki választ egy ilyen játékot, akkor azt érdemes megfontolni, hogy nekem jó-e, és akikkel játszani akarok, azoknak jó-e. Igen, erre tökéletes például nagyon T-Rex. A eredeti címe On a Scale of 1 to T-Rex, ez a 1-től 10-ig terjedő skálán, ami nagyon T-Rex, szerintem jó pofa nevet kapott egyébként, ott különféle intenzitással csinálnak dolgokat a játékosok. Ezt is miután megvettem Rékának ajándékba, jelentette be a Game Club, úgyhogy most már csomószor sokakban él ez a szkepszis, hogy megjelent Amerikában a várjuk ki a végét, simán lehet, hogy jön magyarul is. Mostanában egy csomó ilyen van, hogy rárepülnek játékosok bizonyos bejelentett címekre, és 2 hét múlva érkezik a hír, hogy egyébként magyarul is beszerezhető. Egy nyelvfüggetlen játék esetében ez, tehát most a Calico esetében ez nem akkora nagy dolog, de például a Lost Ruins of Arnaknál, ahol van a kártyákon szöveg, szerintem ott nagyon-nagyon sokat tud segíteni. Reflex Shop, hát... Az elmúlt 2 hétben napi szinten érkeztek mulatságos videók, somáit nagyon sokat dolgoznak azért, hogy minden egyes bejelentett cím megkapja azt a bizonyos arculatot, meg hangulatot, amit kér. A többségében egyébként főleg családi, belépő, könnyen tanulható játékok, de van egy-kettő izgalmas meglepetés is. A Nida Valley-ír. Nida Valley-ír, azt én megnéztem, hogy milyen játék. Elég érdekes, alapvetően egyszer gyűjtögetős játék, ahol hogyha egyformákat gyűjtögetsz, az jó, ha különféleket gyűjtögetsz, az jó, csupa törpét gyűjtögetsz, mindenféle törpét gyűjtögetsz, és ami egy kicsit érdekes és izgalmas benne, az az, hogy pénzérmékkel licitálsz, és ezeket a pénzérméket, amivel nem licitálsz, azt a 2 pénzérmét azt tudod fejleszteni. És így aztán a következő körben erősebben tudsz licitálni, és el kell dönteni, hogy mennyi erőforrást áldozol arra, hogy hamarabb tudj választani a kártyák közül, és mennyit arra, hogy a következő körökben még erősebb legyél a licit körökben. Érdekes döntés, hogy ilyen norvégos, skandináv, világos, ilyen rónaköves hangulat, és fekete-fehér tónussal, tehát így első látás, hogy szoknom kellett az arculatát, de szerintem elsősorban mechanizmusaival, megoldásaival lophatja be magát játékosok szívébe. Érkezik kiegészítő a kartográfusokhoz,
nem tudom, a kartográfusokkal volt-e szerencsét. Én... Óriási nagy kedvencem. Tényleg? Óriási nagy kedvencem a kartográfusok. Az az érdekes, hogy én csak nem kizárólag online játszom a kartográfusokat, és ott egy olyan megoldás van, ami szerintem jobb, mint élőben játszani. Hozzáteszem, hogy én nem vagyok nagy rajzkészséggel rendelkező játékos, úgyhogy én a lehető legegyszerűbb dolgokat szoktam lerajzolni, tehát nálam a ház az egy nyilacska, és a három karika az az erdő. De a online megoldásban ott igazából ilyen dominószerű, vagy ilyen műanyag lapkaszerű dolgokat pakolsz le, és nagyon-nagyon jól néz ki, anélkül, hogy kéne tudni rajzolni. Nagyon szeretem a játékot egyébként, én kimeríthetetlen élménynek találom. Abszolút. Ezen gazdagít a Heroes kiegészítő. Különleges képességeket hoz be, gazdagítja az amúgy is nagyon-nagyon színes játékélményt. Alapvetően jellemző ezekre a Flip and Write, vagy ilyen ceruza Paper and Pencil játékokra, hogy nem annyira szuper nagy az interakció, de nem így a kartográfusoknál. Én szeretem, amikor nem tudjuk, hogy mikor jön, egyre nagyobb valószínűséggel jön, pláne az első fordulóban, vagy esetleg a másodikban nem kaptunk közös ellenséget, akkor előbb-utóbb tovább kell majd adni. Képzeld, de volt a játékunk, egyszer nem jött fel gonosz. Döbbenet, kicsi a valószínűsége, van ilyen, van úgy, hogy mind a négy fordulóban előjött, volt, hogy az utolsó forduló végén jöttek föl, és akkor már nem nagyon tudtunk, mert ugye meglehetősen tele lett a lap, és hogy de azért próbáltam úgy helyezni, hogy mégiscsak megdolgozzon vele az ellenfelem, úgyhogy szerintem az interakció jó, még a gonoszkodással is, de nagyon-nagyon. Két dolgot említsünk meg szerintem a Heroes kapcsán. Az egyik az, hogy ez nem egy klasszikus kiegészítő, tehát önállóan játszható játék lesz, amit lehet kombinálni az eredetivel, de nem kell. A másik pedig, hogy megjelennek benne a hősök, és ugye pont amit a másik lapjára rajzolsz szörnyek, azokat tudják a hősök kiiktatni, ami ugyanúgy kitöltött mező marad, csak a negatív hatása veszik el a kiiktatott mezőnek, a legyőzött szörnynek. Alig várom, hogy kipróbáljuk. Érkezik a Zombie Kids-nek egy folytatás, egy teljesen mértékben különálló játszható folytatása, a Teens. A Board Game Geek-en az egyik legmagasabbra értékelt, azt hiszem a top 1-es most a Zombie Kids. Én is nagyon szerettem. Az első játék... Mármint a gyerekjátékok közül. A gyerekjátékok közül, abszolút, abszolút, igen, hogyne. Azt kiadtam, fontos, hogy a Kids egy evolúció, azaz ilyen kampányjáték. Bizonyos szempontból újrajátszható, bizonyos szempontból nem, tehát hogy tudok első játékot játszani, de azok a kihívások, matricázások akkor lemaradnak. Gazdagodik a játék, különleges képességet kapnak a hősök, és különleges képességet kapnak a zombik is. Az első játék nekem szuper, ultra, mega nye volt, dobok, lépek valamelyre, és akkor egyszer csak úgy pacsi, és akkor jó lesz. Igen ám, de amikor lett ennek képessége, akkor a zombiknak a sorrendje már nem lett fontos, és azon kaptuk magunkat tizen pár játék után, hogy két felnőtt ott ül, és igen, te odamész, akkor ezt dobom, akkor így, akkor utána odamegy, és hogy fantasztikus, hogy egy gyerkőc a játékhoz való viszony is evolúción megy keresztül, ő is elmélyül a játékban, és fantasztikus, hogy egy ilyen pici dobozban egészen szerény alkatrészkészlettel eléri ezt a hatást a játék. Tehát akkor mondhatjuk azt, hogy ez is egy olyan játék, ami tanítja magát, ami kevéssel kezd. Abszolút, teljes mértékben. És szeretem, hogy kihívásokat tettünk a játék elején, tehát én azt mondom, hogy jó, mi most megpróbáljuk ezt elérni, hogy az összes zombi legyen a táblán. És akkor, hogyha úgy nyertünk, hogy az összes zombi a táblán van, akkor kapunk egy ilyen extra jutalmat a végén, és akkor egy pici kupákat gyűjtögetünk, úgyhogy nagyon sokat tanul a számítógépes játékokból, tehát amikor magamnak teszek egy célt, és azt megpróbálom teljesíteni, ügyesen használ különféle mechanizmusokat, végtelen kíváncsi vagyok, a Teens miben gazdagít. Láttam már a dobozát, fogtam kezemben, mélyebb, tehát nagyobb dobozról van szó, szerintem több alkatrész is tud majd. Bízom benne, hogy ezt az egyszerűségét és azt a kis könnyedségét megőrzi majd, amit egyébként a Kids ügyesen tudott. Érkezik kiegészítő a Harry Potter Oxfordi csatához, a Szörnyek szörnyű könyve. Mennyire vagy Harry Potteres? Valamennyire Harry Potteres vagyok, azért olvastam a könyveket, meg láttam a filmeket. Gyermekeim is szeretik a Harry Potter világát. A Harry Potter társasjátékok engem olyan nagyon nem győztek meg. Nem játszottam vele eleget, ahhoz, hogy nagyon kimerítő véleményt alkossak. Amikor egyet játszottam a Roxforti csatával, azt túl könnyűnek éreztem. Úgyhogy nem éreztem azt a igényt, hogy ezzel újra leüljek játszani, hogy le tudjam győzni a játékot, mert úgy könnyen jött az, hogy le tudom győzni. Ha ez a kiegészítő esetleg ezen javít, akkor egy kiváló irányba megy. Ő kedves barátainknak megvan, ők játszanak vele, pokoli nehézé teszi állítólag. Tehát én is azt tapasztaltam, pláne a negyedik játéktól az alapjátékban, a sima Roxforti csatában, hogy tud a gonoszoknak olyan együttállása lenni,
totál random, tehát ezeknek a sorrendjét nem határozza meg a játék, hogy ő gyógyít, ő blokkol minket, ő pedig eszeveszettől szóri ránk az átkot, tehát tud lenni önhibánkon kívül egy együttállás, hogy gyerekek meg vagyunk lőve. Tehát hogy tud lenni random nagyon könnyű játékunk, és egy más leosztásnak ára nagyon nehéz játékunk. Érkezik a pagodák kertje, ez egy nagy háromdimenziós pagodával, egy csavargatós pagodával történik. Én nagyon szeretem, amikor látványos az asztalképünk, sok játék használja, és szeretem, amikor ez a díszlet ez funkcióval töltődik el, amikor konkrétan nem azért van, mert szép, és akkor kerülgetjük. Nekem picit ilyen volt a Párizs, a tavaly megjelent Párizs című játék, hogy igen, ott van az a kis kapu, de tulajdonképpen egyik funkciója nincs, és ezt várom egyébként a pagodák kertjétől, hogy ezt az erőforrást ugye attól függően kapjuk, hogy hogy áll ez a bizonyos pagoda, tehát funkcióval van ellátva ez a szép díszlet. Én azt gondolom, hogy a harmadik dimenzió az egy olyan irány, amit mostanában kezdtek el a játékfejlesztők kiaknázni, hogy arra fele is lehetne valamit kezdeni a játékban. Nem ismerem ezt a játékot, kíváncsi leszek rá, hogy hogyan hasznosítja a harmadik dimenziót. Nagy meglepetés, hogy régebbi cím a Burger Bros. Lopós játék. Próbáltad? Én nem egyébként. Nem próbáltam. Kooperatív játék. Azt mondják, hogy nagyon nehéz. Uh-huh. És a legfontosabb élményem ezzel kapcsolatban, hogy nagyon-nagyon sok embertől hallottam azt, hogy jó, meg hogy beszerezhetetlen. Igen. És most nem lesz az. Igen. Abszolút. Kíváncsi vagyok, extravagáns doboza van, kooperatív bűnözős játék. Nem nagyon sok csibész játékot tudok, nekünk most így a képer az, ami kifejezetten jópofa ilyen bandát toborzunk és egymással megpróbálunk csipködni, kellően konfrontatív játék. Nagyon kíváncsi vagyok a Burger Bros, hogy hasít majd a magyar társas játékosok körében. Bejelentése volt a Reflex Shopnak a Happy City című játék. Ez egy nagyon cuki illusztrációval dolgozó városépítős játék. Én elkényeztetve érzem magam, beszéltem korábban az archetípusokról, hogy különféle játékos típusok vannak, és én mindig nagy örömmel lelem azokban a játékokban, amikor magam előtt megépíthetek valamit. Ennek őrült nagy divatja van, és például a Happy City is nagyon szépen illeszkedik ezen a játékok sorába. Kíváncsi vagyok, hogy miként lesz ez az Engine Builder dolog megoldott családi költösben cuki illusztrációval. Nagyon kevés információt találtam erről a játékról. Egy japán játéknak a feldolgozása. Az eredeti játékról lehet találni egy picike információt. Tényleg azt lehet róla tudni, hogy kezdőknek belépő szintű engine building. A Board & Dice kiadó, Takenoko, buta vagyok, a Tavanti súlyú, tehát ilyen nagy... A T-sorozat. Ők csinálják a Mandala Stones című játékot. Én arról találtam döbbenetesen kevés információt, nem nagyon jelent meg még külföldön, és nagyon kíváncsi vagyok, beletett a Reflex Shop, izgatottan várom. Na, én arról láttam egy végigjátszást. Tényleg? Igen, de a Dice Tower csinált róla a végigjátszást. Érdekes a mechanizmus, eleve ki van pakolva a táblára az összes kő, amit meg lehet szerezni ilyen kis tornyokba, belépsz négy torony közé a jelölőddel, és akkor a tornyok tetejéről szerezhetsz köveket, az szerint, hogy a jelölő, amit beraktál, egyezik a torony tetejével, és utána ezeket saját kis oszlopokba rendezed, és utána a saját oszlopaidat mindenféle mechanizmus szerint, de nem túl bonyolult mechanizmusok szerint tudott pontozni. Ami az igazán kihívás benne, az, hogy saját kis osztopaidat úgy kell megpróbálni építgetni, hogy tetején egyforma szín legyen, és amikor leszeded mindet, akkor alatta is egyforma szín legyen. Mert úgy lehet jól pontozni vele, ami nagyon nem egyszerű, mert egy leszedéssel több követ kapsz, és azt az óramutató járásának megfelelően kell felszedni, te döntöd el, hogy honnan, de azért viszonylag korlátozott a lehetőség, hogy milyen sorrendben szedett föl, és utána azt egy helyre rakod a saját tábládon. Nekem ilyen azul ízt hozott be picit. Abszolút, a kövei azok teljesen az azult idézik, csak kerekek. Uh-huh. Mind az anyagában, ez mind az a díszítésében. Ez a felvételnek a szinkronja, hogy az nekem hogy érjen pont. Teljesen egy ilyen azul súlyú játék, igen. Uh-huh. Nagyon kíváncsiak vagyunk. Az Unmatched sorozat bővül, vállaltan sok karakter lesz, nagyon ügyes az üzleti modell, mert az alapjáték az a négy karakterrel is, hogyha valaki szereti párba jözgatni a többiekkel, akkor működik. Nekem nagyon nagy meglepetés, 2020 egyik legizgalmasabb címe, nekem nagyon tetszett, tehát hatalmasan rajongó lettem, és az Árny és Köd figurák érkeznek meg. Az ígéret az, hogy sokkal
szerteágazóbb, különbözőbbek, nagyon, nagyon nagy lesz az olló nyitása a karakterek képességei között. Ez egy nagyon nehéz állítás, mert itt az unbalanced lehetősége az, hogy nagyon balanszatlanak lesznek a képességek. De hát ez a címe a játéknak. Aztán nyilván ez a lapjárás, meg a szerencse, meg a többi játékosnak az egymással hatása, az ez picit tudja csillapítani, de nagyon ígéretesnek néz ki, és gyerekek az az arculat, hú, gyönyörű szép az a játék. És egyébként fejlődött a mini, tehát most már nem az a klasszikus fröccsöntés van, hanem ilyen kis klasszikus árnyalatokat tudnak megjelentetni rajta, hogy szerintem kifejezetten szép alkatrész minőséggel. Próbáltad az Unmatched-e? Nem, ehhez nem volt szerencsém. Érkezik a Little Town, ez egy munkás és lapka lehelyezős városépítős játék. sok ilyen van. Érkezik a Wild Space, ez egy akcióválasztás szedgyűjtögetős játék. A Reflexshop főleg... És tablóépítős. Tablós, semmit nem hallottam róla. Semmit. A maga kiadósa, a szerzőse mondott sokat, csupa-csupa meglepetés. Én egy értékelést láttam róla, az nagyon pozitív volt. 8,5 pontra értékelt ez Igarcia a 10-ből. És nagyjából arról szól, hogy kártyákat kell húzogatnod és kijátszanod, amik aztán újabb képességeket adnak. Tehát egy kicsit nekem egy Race for the Galaxy Lite-nak tűnt. Mindenképpen ki kell próbálni, hogy komolyabb véleményt lehessen alkotni róla. Érkezik újabb kiegészítő a Fekete Történeteknek. A Fekete Történetek igazából egy kártyapakli. Ilyen csavartabb nyomozós barkóba játék, az egyik játékos tud egy talánt, a többiek kérdeznek tőle. Itt nagyon sokféle műfajról beszélünk, most éppen a Végzetes Szerelem kiegészítő érkezik, amely nem feltétlen csak így Valentin nap környékén lehet izgalmas talány azoknak, akik szeretik ezt a műfajt. Ami izgalmas cím, és nagyon kíváncsi vagyok, mit gondolsz róla, az Oceans, az óceáns, az Oceans című játék. Ez a klasszikus dínós játéknak egy ilyen prequel, sequel változata. Az Evolution-nek, igen. Hát én az Evolution nem próbáltam, az Oceans-t igen. Igen? Igen, és azt mondják, hogy ez kevésbé keresztbetevős, egymásnak keresztbetevős. Azért itt is van bőven. Ami nagyon érdekes, hogy igazából az állatok, amiket fejlesztünk, tulajdonképpen egy nagy körben foglalnak helyet, amiből egy része az enyém. Az én állataim hatnak egymásra, a szomszédosság borzalmasan fontos a játékban, de a szomszédosság ugyanúgy igaz a mellettem lévő játékosokra, ugyanúgy vagyok velük is kölcsönhatásban. Ezeket az állatokat lehet fejleszgetni, képességeket adni nekik, ők valamilyen úton-módon gyűjtenek maguknak kaját, remélhetőleg, és utána mindegyik állatomról le tudok szedni egy kaját körönként, és az a győzelmi pont, kivéve, hogyha nem sikerült elég kaját szerezni neki, mert akkor sajnos éhen hal. Érkezik az Oriflame. Oriflame a szemek. Az Oriflame. Érkezik az Oriflame. Az Oriflame. Igen, ez egy cselszövős taktikai kézmenedzsment, ilyen trónszerzős. Gyanítom, hogy egymással kitolós, általában az ilyen 3-5 játékosra jellemző. Kifejezetten egymással kitolós játék, erről is néztem videót. Ami az érdekessége az, hogy a játékosok kipakolják azokat a kártyákat, amit abban a körben szeretnének használni, és egy akció sorba pakoljuk őket be, ahol megvan az irány, hogy milyen sorrendben fogjuk végrehajtani, és amikor kipakolsz, akkor eldöntheted, hogy az elejére raksz be, vagy a végére a sornak egy kártyát, hogy hol lesz az ideális az, hogy a te kártyád működésben, és a legtöbb kártya az olyan, hogy a többi kártyának valamilyen úton módon árt. És ugyanakkor van benne egy olyan lehetőség, hogy nem hajtod végre a kártyádat, hanem lefordítva hagyod a kártyádat, és akkor gyűjtesz rá befolyást, és akkor ezekből lesz a győzelmi pont. Ares Expedition. Ezzel történt meg az, hogy az egyik nap megrendeltem a Reflexshoptól, hogy legyenek kedvesek másnap egy bejelentő videót csinálni, és másnap hozták is a bejelentő videót róla. Nem volt olyan nagyon nehéz azért megjósolni, mert aznap kezdődött a Kickstarter kampány, és ugye a Master a formálásával kapcsolatban a Reflexshop eddig mindent kivétel nélkül hozott, és az utóbbi időben már arra is odafigyeltek, hogy a bejelentés az a nemzetközivel egyszerre történjen, hogy a játékosok számíthassanak arra, hogy tőlük ezt be tudják majd szerezni. Én ezt tartom az idei évnek az eddigi legizgalmasabb bejelentésének, mert két nagy kedvencemet kombinálja, a Race for the Galaxy-nak az akcióválasztós mechanikáját, a Master formálásának a
nagyszabású építkezésével, amire nagyon kíváncsi leszek, hogy a játékidő mennyi lesz, mert ugye 45-60 percet ígérnek, én láttam egy videót, ami közel 2,5 óra volt. Igaz? Szabálytanulással, vagy netó játék? Szabálymagyarázattal együtt, több mint 2,5 óra volt szabálymagyarázattal együtt. Igaz, hogy menet közben mindent részletesen megindokolt a videós, hogy mit miért csinál, meg szerintem pár dolgot elrontott, de azért nem azt éreztem, hogy ez biztos, hogy bele fog férni egy órába. Viszont, hogyha így is harmadannyi idő lesz mondjuk egy Mars, mint egy Mars terraformás, sokkal gyakrabban elő tud kerülni, és nagyon jónak tűnik kifejezetten a mechanika, kicsit áramvonalasítottak rajta, kevesebb nyersanyagot gyűjtesz, és néhány nyersanyag az igazából jelen van, csak nem abban a formában, hanem egyszerűbben a játékban. Én is ezt várom tőle, hogy meséljen rövidebben ezt a történetet. Jó pofa, amikor az egy órás játékokból készül negyed órás, és üdvözítem, amikor közel három órás játékból érkezik, bízunk benne, hogy egy óra körüli élmény. Játékélményem volt, amikor először játszottunk a Marco Polóval, rá van évig 25 perc játékosnak, a setup. Tehát ne szórakozunk már. És játszottam ketten kollégával, aki ismerte a játékszabályokat, én is ismertem, leültem, írd és mond egy óra. Kipakolásra, lepakolásra játékidő. Tehát amikor tudod, ismered, nagyjából tudod, hogy mit akarsz, akkor valóban hajtható, úgyhogy szerintem, amikor nem nagyon van szöszölés, és nem kell tanítani, külön elmagyarázni, akkor bízom benne, hogyha cipőkanállal is, de belefér abba a bizonyos egy órában. Minden játékosnak más a játéktempója, ahogy neki kényelmes, amennyire időre szüksége van, hogy úgy tudja végig gondolni a dolgokat, hogy utána elégedett az eredménnyel, ami megszületett a fejében. Nyilván lesz, akinek bele fog férni ebben az időben. Én arra vagyok kíváncsi, hogy egy átlag embernek, aki, hát nem tudom, létezik ez a fogalom egyáltalán, de hogy aki nem egy kifejezetten gyors játékos, nem is egy borzasztóan lassú játékos, ő neki mennyi időt fog ez igénybe venni. Büszke lehet a Micro Macro Crime City című játék, az S-Dort megnyerte Franciaországban, az évi játékának választották. Ez egy feladványt adó játék, a játékosok 16 pici feladványon, egy nehezedő feladványokon keresztül tulajdonképpen néznek egy képet. Tesz-vesz város, hol van Baldó, és azon belül próbálnak meg nyomozni. Itt abszolút a megfigyelőkészséget gyúrja a játék. Nagyon kedves, helyes illusztráció volt, tehát nekem kifejezetten tetszettek azok a képek, amiket láttam. És hát egy óriási nagy térképpel dolgozik, egy pici dobozból ki lehet hajtani egy óriási nagy papírt, és azon kell keresgélni azt, amit meg kell találni. Azon kell végigkövetni a történetet, ahogy szerintem ez történt. Szerintem vagy épít a játék arra, hogy amikor nehezebbet játszok, akkor már bogaráztunk azon a térképen, tehát nem megint teljesen előről, megint új térképet kell nézni, hanem minden játék alkalommal az adott városra nézek vissza, és már összefüggéseket könnyebben látok meg. Tehát tulajdonképpen tanulom én is az adott várost. Érkezik a Magic Rabbit, ez egy bűvészes játék, a játékosok kalapokat pakolgatnak során be. Nyuszi is kalapos, azt hiszem, hogy Coop talán. Nem tudok róla sajnos semmit. Kicsi kedves történetnek érkezik, és érkezik a Time Bomb című játéknak egy ilyen nagyobb változata. Ez egy 4-8 játékos részére optimalizált játék, ahol Sherlock Holmes és Moriarty professzor méri össze az erejét, és ennek érkezik egy ilyen kombináltabb evolúciós változata. Ígérete szerint itt is játékról játékra történik egy bizonyos fejlesztés, izgatottan várjuk. Nagyon izgalmas szereplő a Delta Vision, ugyanis nagyon széles skálán mozognak náluk is a különféle játékok. Az egészen komplex heavy super euro játéktól kezdve a kifejezetten könnyed családi játékokig. Kezdjük a Similóval, ez egy kooperatív nyomozós kis könnyed társas játék, és nagyon érdekes végigörgetni egyébként a Deltának a kínálatát, mert az egészen ilyen habókos, rajzfilmes karakterektől a halandó halálig nagyon sok mindennel találkozhat a játékos. Érkezett tőlük a Tündérmese fogadó című játéknak az ígéretét is, nagyon kifejezetten ilyen rajzfilmes hatású játékról van szó, de menjünk masszívabb vizekre. Mit tudsz a halandó haláról? Hát vannak játékosok, akik a nagyon komplex euróktól félnek. Én a Cthulhutól félek, úgyhogy nem foglalkozok vele behatóban. Cthulhu, halandó halál, nagyszabású játék. Death May Die-t hogy fordítanánk le máshogy? Nekem tetszik ez a fordítás. Korábbi játék, kíváncsi vagyok, hogy a magyar piacon pontosan, hogy nagyon sokan szeretik egyébként a komplexebb amerikai típusú játékokat, a Nascentia Factor dolgozó játékokat, nagyon sokan szeretik egyébként a Nemezist is. A Nemezist az egyik legameribb játék, amivel valaha játszottam. Két partim van benne, mind a kettő 25 perces volt. Az egyik azért, mert 25 percet nyertünk,
a másik 25 perc alatt elbuktuk az egészet. Tehát általában ez egy nagyobb kaliberű, nagy miniket használó, brutál dobozos társasjáték. Megosztó szerző Jamie Stegmaier, de minden alkalommal esemény számba megy, amikor bejelentenek egy játékot. A Vörös Lázadás érkezik 2021-ben. De hogy vagy a Stonemaier Games-el meg? Van egy dolog, amely szempontból nem megosztó a Stonemaier Games. Általában mindenki elismeri, hogy nagyon jó minőségű játékokat adnak ki, a kiadás minőségét tekintve, a játékélmény tekintetében eltérnek a vélemények. Én úgy láttam, hogy ez a Vörös Lázadás, ez talán az eddigi egyik legkönnyedebb játékuk lesz. Tehát igazából nagyon-nagyon egyszerű a játékmenet, van a kezedben néhány lap, egyet kiraksz, végrehajtasz róla egy akciót, egy másikat fölveszel, kicsit ilyen Fekete Péter-szerűen gyűjtögeted a kártyákat a kezedbe, és amit fölveszel, ott meg a helyszín számít, hogy honnan veszed föl, és azt a bónuszt kapod meg. Nagyon nem érzem összetett játéknak, és utána viszont a kártyák, amik a kezedben maradnak, a végén határozzák meg azt, hogy hogyan fogod ezt lepontozni. Bőven lehet, hogy egy izgalmas játék kerekedik ki belőle, főleg arra lennék kíváncsi, hogy milyen hosszúságban, milyen terjedelemben zajlik ez a játék, mert azt én nagyon nem éreztem. Nagy bejelentés, és lógott a levegőben, hogy az On Mars megjelenik magyarul. Nagyon tetszett volna, hogyha Mars On magyar néven jelenik meg, de a Mars címmel érkezik. Igen, meg. Kevésbé bevállalós a címválasztás. Igen, ez Vitel Leszerdának, Leszerda, jól lejtem? Talán Leszerda játéka. Leszerdára jellemző, hogy mint beszéltük korábban, hogy ő szereti a nagy szabályrendszerre, komplex szabályrendszerre dolgozó játékokat, szeret sok döntést bízni a játékosokra, és itt is egy kifejezetten nagyszabású játékról van szó. Nagyon-nagyon meglepő számomra. Tehát én még egy nappal a bejelentés előtt is megesküdtem volna bármire, hogy biztos, hogy nem fogják kiadni magyarul. Teljesen életszerűtlen, hiszen nyelvfüggetlen játék, nagyon fanatikus hívei vannak, de viszonylag szűk az a játékos tábor, akinek ez szerintem jó. És ez is változóban van, mert azt veszem észre, hogy az On Marsból, amikor a Kickstarter volt, akkor 80 dobozos rendelés volt Magyarországról, ami azzal összevetve, hogy 2017-ben, amikor az első Lacerda játékomat beszereztem, az a Lisboa volt, ott a közös rendelésben 4 doboz játékot rendeltünk. Nagyon más kaliber, ugye ez a 80 doboz, tehát úgy tűnik, hogy azért szélesedik ez a dolog. Igen. És ami nekem igazán meglepő, hogy én arra számítottam, hogy ebből a 80 tulajdonosból lesz egy jó 20, aki majd rájön arra, hogy ez egy nagyon összetett játék, és neki ez nem fekszik, és akkor eladja. És nem ezt látom, nem ezt a trendet látom, nem jelennek meg tucatjával az eladó On Mars játékok, tehát úgy érzem, hogy inkább abba az irányba mennek az emberek, hogy lehet, hogy kicsit nehéz, de élvezi a játékot, és inkább megpróbálja belefektetni az energiát, hogy ezt az élvezeti értéket ki tudja aknázni belőle, mintsem, hogy lemondjon róla. És úgy tűnik, hogy ténylegesen kezd kialakulni egy tömegbázisa. Ennek ellenére borzasztóan meglepődtem, hogy kiadják ezt a játékot. Azon is egy kicsit, hogy pont ezt a játékot adják ki, mert én ezt érzem a legnehezebb Lacerda játéknak. Tényleg? Igen. Wow. Kifejezetten ezt érzem a legnehezebb Lacerda játéknak. Viszont friss. Tehát ilyen szempontból megindokolható, hogy ezzel és jönnek. És divatos ez a Mars történet. Igen, tökéletes egyetértek, befektetést kérjen, a Lisboával kezdtem el. Végül nem játszottuk végig, mert valószínűleg nem egy cerebria után kellett volna azt arra tenni. Tehát picit fáradtabb is nekem. Délután 3-kor tanulnom játékszabályt, az maximum kávé infúzió mellett befektetést, türelmet kér. És költségvetést is. Tehát fontos tudni ezek a játékokról, hogy nagy doboz, általában vastag ár, ami jellemzi, befektetést kér, mint szellemileg, mint anyagilag is. Hát ugye az Eagle Griffon kiadónak, az anyagkiadónak ez az üzletpolitikája, hogy elképesztő jó minőséget adunk, fantasztikus inzertet, csodálatos komponenseket, iszonyú vastag kartonelemeket, tehát simán kétszer olyan vastag kartonelemek Igen. vannak benne, mint más játékokban. Cserébe az árcédulán hozzárakunk egy nullát. Végére. De nem az elejére, igen. Érkezik a kozmikus összecsapás, ez a Cosmic Encounters-nek a kétfős változata, a párbaj változata. Na, ez olyan érdekes játék. Volt egy nyári játéktábor alkalom, amikor játszottam a Cosmic Encounters-zel, én nem láttam ketten ezt a játékot. Tehát teszem, kifejezetten sokan diplomáciás játék. Ez volt eredetileg a legelső változat, ami behozta a szerepeket, a különleges képességeket a játékosoknak. Tehát a Variable Player Powers az ennél a játéknál jelent meg. Szerintem kifejezetten szereti, amikor
amikor sokan vagyunk az asztalon, és tudok picit diplomázni a többiekkel, ennek a párbaj változata érkezik. Ez egy meglehetősen régi játék, már az eredeti. Az eredeti 70... Sok, talán 80 valamire emlékszem. De meglepő, hogy a mai napig egy komoly rajongó tábora van a játéknak, ahhoz abszolút, képest, hogy milyen abszolút öreg játékról van szó. Abszolút. És hát mondod, hogy nem láttad benne a két főt, hát ugyanaz szerintem, mint a hét csoda, az se két főre lett kitalálva, csináltak belőle egy kétfős verziót, és milyen jó lett. Nagyon-nagyon-nagyon, egyik kedvenc játékom. A Fantasy Flight Games üzleti modellhez hozzátartozik, ami, mint az Eldritch Horrorban, az Arkham Horrorban jellemző, hogy van egy alapjátékunk, amiben van jó indulattal, nem tudom, 3-4 játék, de elbírják a kiegészítőket. Hasonló az utazás a középföldénhez érkezik az Árnyas Ösvények kieg, ez egy applikációt aktívan használó, szerintem fergeteges amerikai típusú társasjáték. Nekem hozta a középföldi érzést, én szerettem a miniket pakolgatni, a harcrendszer, a kis paklépítés is füstnek, üdének hatott, dacára annak, hogy nagyon szépen rímelt a klasszikus szerencsére való dobás, így szerencsére fordító fel kártyákat hasonló, mint a Seven Continentben, bár annál sokkal, hogy is mondjam, ajándékozóbb természetű játék, ennek érkezik egy kiegészítő Árnyas Ösvények címmel. Az utazás a középföldén szuper ameri. Nem tudom, hogy mennyire ameri, mert nem volt hozzá szerencsém. Általában nekem, amikor amerikai típusú játékkal játszom, akkor arról szól, hogy találok fogást a szerencsén. Tehát hogy tudom szorítani, feszíteni egy picit, aztán általában kiukadunk oda, hogy sehogy. Mert ez a sikeredobás, az alakítok valamit, de majd aztán a játék dönt. Tehát használok kártyafordítás, meg kockadobást, egy csomó európai típusú játék is, csak akkor én felelek a kockadobásra. Tehát hogy lesz valami, és nálam pattog a labda, itt viszont kialakítok valamit, és végül a játék dönt el, hogy mehetünk abba az irányba, vagy nem mehetünk abba az irányba. Nagyszabású játék a Tainted Grail. Rengeteg mini, hatalmas nagy eszközök. Ez az Avalon bukása című játék, nagy kickstarter siker volt, és ez is egyébként érkezik magyarul. Van piaca, tehát hogy van költségvetés, és érdekes, hogy covidos időkben is szerintem sokaknak igénye azt mondani, hogy a társas játékozunk, akkor az akkor nagy asztal és szóljon nagyot. Úgy emlékszem, hogy ez egy Awaken Realms játék, és az ő játékaik nagyon népszerűek szoktak lenni az elmúlt időben. Kezdve a Nemezisztől. Nem sok információm van erről, de talán mintha azt hallottam volna, hogy a homályrévnek a babérjaira próbál törni, abba az irányba próbál haladni. Igen, nagyon ez szerelem gyerek, rengeteget dolgoztak vele, rengeteg változatot ért meg. Kíváncsi vagyok, hogy reagálunk erre. Ami izgalmas cím, ez a Berridge, duzzasztó mű címmel jelenik meg. Nekem elsősorban a Simo Luciani szerzőnek a neve az, amit érdekel, azonnal bármit csinál az olasz mester, engem érdekel. Nem tudom, próbáltad-e? Próbáltam. Engem a vásárlástól meglepő módon az riasztott el, hogy egy borzasztóan sötét hangolatot árasztó doboza van. Az. Tehát egy kicsit olyan depresszió árad a dobozból. Nem értem miért, mert hogy magából a játékból meg nem. Tehát nem értem, hogy miért kellett ezt a borítóképet választani hozzá. Még csak azt sem mondanám, hogy van benne a játékban egy pici olyan lehetőség, hogy kiszúrjunk a másikkal. Ugye én azt duzzasztó műcímet sem értem. Itt egy klasszikus vízlépcsőről van szó. Folynak lefele a folyók, és duzzasztógátakat építünk a folyón, és azokkal áramot termelünk. És hát úgy lehet egy picit kiszúrni a másikkal, hogy az ő duzzasztóműve elé berakom a sajátomat, és akkor az enyémnél fog áramot termelni, és ha termelek vele áramot, akkor nem a folyón folyik tovább a víz, hanem egy csatornán lefolyik valahova máshova, tehát így elkerülheti a víz a következő játékost, ha jól emlékszem. De nem, abszolút nincs benne ez a komor hangulat. Azt meg nem tudom, hogy ami a játéknak az egyik igazán nagyszerű újítása, hogy itt is a 3D-be próbáltak egy picit elmozdulni, és a játéktábla az úgy van megoldva, hogy a különféle szintek, azok tényleg különféle szinteken vannak, lehet érezni, hogy erre fele fog folyni a víz, mert a táblának az egyik vége az magasabb. 3 szint magas, hogy ezt fogja-e tudni hozni a Delta, ezt nem tudom, mert ez azt hiszem, hogy egy Kickstarter extra volt. Igen.
Remélem, hogy igen, mert ez nagyon-nagyon sokat hozzáad a játékélményhez. Szeretem Simonban, hogy alapvetően könnyen tanítható játékokat csinál, de azon belül meg már meglehetősen bonyos lesz a játék, hogy eredményesnek lenni, szerintem kifejezetten trükkös. Ő is az egyik kedvenc társas játékszerzőm, rengeteg játékát említhetném, Tolkien, Marco Polo 1-2, de a Berigen kívül volt köze a Grand Austria Hotelhez is, ezek kifejezetten alapvetően egyszerű, a lényegét megfogni a játéknak egyszerű, de azon belül nyilván egy csomó apró szabályon keresztül juttatja a játékosokat azon döntésekhez, amik szerintem izgalmasá teszik ezen játékokat. Érkezik kiegészítő az Arkham Horrorhoz is, Under Dark Waves címmel. Fantasy Flight modell, rengeteg kiegészítő. Én örülök, hogyha már jön az alapjáték, akkor kedvez a rajongóknak. Teszem, ez egy kifejezetten kedves gesztus, ami egyébként jellemző a Reflex Shopra is, hogy gazdagon hozza a kiegészítőket. Én ennek örülök, hogy lett kiegészítő igény Magyarországon. Nagyon sokáig szerintem ez nem volt, ez az elmúlt 3-4 évben lett szerintem nagyobb divat, hogy szeretnénk kiegészítőket is, mert sokaknak ez a bűvítés a játéknak, ez picit volt ilyen pejoratív, hogy miért kell kiegészíteni, miért nem jó úgy, és hogy van egy csomó játék, aminek szerintem kifejezetten jól áll az, hogyha történik bűvítés. Én szerintem egy picit a játékosok oldaláról is érkezett nyomás a kiadók felé ezen a téren. Sokan mondták azt, hogy nem veszem meg a magyart, mert úgyse jön belőle a kiegészítő, úgy meg nem akarom, hogy a fele magyar, fele angol. És most már azt látszik, hogy lehet támaszkodni, lehet bízni a kiadókban ilyen tekintetben, hogy fogják hozni a kiegészítőt is magyarul. Érkezik reprintje egy nagyon, nagyon izgalmas játéknak, nekem az egyik kedvenc játékom a Great Western Trail, hatalmas rajongója vagyok. Nem kapni. Most kap egy új arculatot, sőt trilógiával bővítik a játékot, és bízom benne, hogy a trilógia mindegyik része érkezik majd, és rögtön kiegészítővel érkezik egyébként a GVT, bízom benne, hogy minél hamarabb. Alexander Pfister mester, ismét mesztic játék, ismét poklépítés, történik is munkás mozgatás, rengeteg stratégiai útvonallal, nem a téma miatt szerettem bele, hanem lenyűgöző szabadságot biztosít a játékosoknak. Nagyon izgalmas az interakció, hogy milyen ritmust határozunk meg egymásnak, alakítjuk a kis közös terünket, és örülök neki, hogy érkezik újra nyomású, minél többek ezzel juthasson. Viszonylag barátságosabb áron ez a játék. Ja, hát az eredeti ára az eléggé barátságos volt a Delta eredeti kiadásának. Tehát azzal szerintem nem volt semmilyen probléma, reméljük ez se lesz sokkal drágább. Az meg, hogy a két új doboz mit fog tudni, arra nagyon kíváncsi vagyok. Ugye jövőre is 23-ban érkeznek majd az új dobozok. És szép lesz, ugye nagyon nagy kifogás volt a Great Western Trail eddig, hogy hát az a dobozkép, ami volt, az... Három Marton a fickó néz, ne játsz ezzel a játékkal. Hova tudom eldugni a polcon, úgyhogy ne látszódjon ki. De azért vegyük ki gyakran, mert tényleg nagyon jó játék. Nagyon-nagyon nem véletlenül van talán most a 11. helyen a BGG-n. Érkezik a Quartl című játék. Jaj, de örülök neki. Úgy voltam vele, hogy nekem teljesen, hogy milyen formában ne jusson el. Itt is azulos hangulatot érzek. A játékosok egy ilyen aszték, inka, maja, mezoamerikai kígyót építenek győzelmi pontok reményében. Ismét, mint a Reef, én csodálom, hogy nem a Next Move kiadó gondozásában jelent meg. Nagyon abban a profilban illene, hogy szép, színes, sárga, zöld, piros alkatrészekkel érkeznek komponensek, kártyákat pakolgatunk le, otthon nekiben ki pici kígyót építsünk, ismét építős játék. Csak most éppen egy ilyen klassz kis kígyó formában. Abszolút azul érzésem volt nekem is a játék kapcsán. Látszik, hogy tulajdonképpen egy teljesen absztrakt játékról van szó, aminek pont az ilyen nagyon látványos játék elemekkel akarnak egy kis tematika hangulatot kölcsönözni. Mert ez igazából nem lesz tematika ettől, de mégis úgy érzed, hogy valami tematikusat csinálsz, amikor kígyót építesz, ahelyett, hogy csak egymás mögé rakodnál fakockákat. Nagyon nagy talány általában a játékiparnak, hogy fókuszáljunk a jövőre, vagy régebbi klasszikusokat porolgassunk le picit, és csináljunk újra nyomást. Ugye adott költségvetéssel dolgoznak, és mindig egy kiadó döntése, hogy legyen-e egy klasszikus játéknak egy méltó kiadása, és például ez történt meg a Hansa Teutónika esetében, amely összes létező kiegészítővel, egy ilyen big box változatban megjelent magyarul is. Ez András Tedingnek egy klasszikus RO játéka, kellően nyílt, kellően pióca hangulatot, tehát bizonyos útvonalokba próbálom meg ügyesen bepozícionálni magamat. Ő szereti a játékos számot, de szerintem meglehetősen méltó játék arra, hogy ilyen szép, csinos változatban elérhető legyen a magyar közönség számára. Próbáltad? Hansa. Sőt, konkrétan a bővített doboz már ott van a polcomon, igen, na óriási nagy kedvencem a Hansa. Viszonylag gyors játék,
nagyon absztrakt játék, tehát történet az semmi nincs igazából, kereskedelmi útvonalakat építünk a hazavárosok között, borzasztóan jó interakciókkal, igen, tehát nagyon-nagyon arra épít a játék, hogy hogyan tudod kihasználni azt, hogy a másik játékos mit szeretne csinálni, és közben kénytelen legyen neked kedvezni egy kicsit. Igen. Nekem is élményem volt, hogy különféle útvonalakból belopkodom magam, és hogy én most ez nekem jó, de neked is, és hogy próbáljuk meg úgy, hogy csak nekem legyen jó, neked ne legyen annyira jó, és hogy különféle helyeken tökéletesen egyetértek, hogy nagyon azt éreztem, ami erőjátékoknál általában gyengébb láb, hogy nagyon a többiekkel játszom, nagyon számít, hogy a többiek mit akarnak. És nem mesél ez semmi nemű történetet. Tehát mint a német posta állomásokat építgetünk, most nem jut eszembe a játék címe, volt Spiel des Jahres díjas a Turnum Taxis. Azért az, hogy de szuper szexi téma, német posta állomások, hoha akarok játszani. Tehát a Hansa Teutonik és elsősorban a döntésekkel próbál meg játékosok szíve felé közelíteni. Érkezik újdonság az E-Gamesnek, rengeteget dolgoztak Hegedűs Csabáik az Impression játékkal, nyomdász játék, izgalmas témával. Igen, Szűgyi Attilával az Áberóma után, illetve az Ősember és a Prehisztori után maradnak szerintem ezen a komplex vonalon, szeretnek elgondolkodható játékokat csinálni, és eszeveszett mennyiségű munkát belepakoltak ebbe a játékba. Abszolút, az E-Games játékok azok mindig is jöttek magyarul, tehát ők mindig is fektettek erre hangsúlyt, hogy legyen magyar szabály is a dobozban, hiszen a játékaik amúgy nyelvfüggetlenek. Én próbáltam az Impression-t. Tényleg? Igen. Többször is. Mondta Csaba, vagy beszélgettük, hogy nehezebb, mint az Áveróma. Hogy talán valamivel nehezebb. Az Áveróma szerintem nem kíván olyan nagyon nehéz döntéseket, de a szabályát megérteni az egész nehéz, mert egy picit furcsa a szabálya, hogy akkor hogyan szerzünk nyersanyagokat a kártyákról. Ennek a szabályrendszere szerintem egyszerűbben befogadható, viszont sokkal komplexebb döntéseket igényel, és ami az én szívemnek nagyon kedves, és gondolom talán más heavy euro rajongóknak is, hogy hosszú akció láncolatok tudnak benne kialakulni, hogy ezt ide rakom, azért kapok egy olyan bónusz akciót, akkor azt oda rakom, még egy bónusz akció, és akkor még két bónuszit, meg még besöprök egy csomó nyersanyagot, és akkor elégedetten dőlök hátra, hogy ez egy jó kör volt. Igen, nekem a Prága kaput regnire jellemző ez, hogy megpróbálok, ugye adott számú akcióm van, és abból a lehető legtöbbet kicsikarni, és az érzés, amikor esetleg kétszer, ha ügyes vagyok, háromszor, esetleg négyszer, sikor dupla kört csinálom, az felbecsülhetetlen minden más oltam azt a kárt. Ez egy elképesztő felemelő élmény, amikor sikerül mégis, hát nagyon-nagyon nem mindegy. Érkezik a piatni gondozásában a Crew, tavaly lett bejelentve, bízunk benne, hogy idén meg is jön a Cosmosnak a Ken & Spiel des Jahres győztes játéka. Ez egy kooperatív ütésvívős kampányjáték. Általában jellemző az ütésvívős játékokra, nagyon nem kooperatívok, de például a Reflex Shop-tól érkezett ez a Fox in the Forest Duet, tehát a ketten a bűvös rengeteg, de ugyancsak ütésvívős ketten, de hogyha többen szeretnénk így kooperatív ütés vinni, akkor ez a Crew című, nem értem, hogy miért science fiction. Valamiért a kiadó azt mondta, hogy legyen science fiction, de nagyon népszerű, nagyon sokan szedik, és nagyon sokan nem, hogyha nem nagyon rezegnek ezzel az ütésvívős történettel, akkor szerintem kifejezetten nehéz élmény. Próbáltad a Crew-t? Abszolút próbáltam, tavaly ezzel a játékkal játszottam a legtöbbet. Tényleg? Igen. De személyesen asztalon? Vagy... Személyesen asztalon az ömét, igen. Lehet ezt is online játszani, de úgy nem próbáltam, úgyhogy ez csak személyesen. Szerintem fantasztikusan jó. A Hanabit tudom mondani, hogy ahhoz hasonlít nagyon, mert arról szól, hogy információ hiányban szenvedünk. A Hanabi ugye arról szól, hogy a többiek lapját ismerem, a sajátomat nem. Ez nyilván pont fordítva van, a saját lapomat ismerem, a többiekét nem. És ami nagyon gyakran problémája a kooperatív játékoknak, hogy kialakul egy úgynevezett alfajátékos, aki megpróbálja megmondani mindenkinek, hogy te azt csináld, te azt csináld, gyakorlatilag egyedül játszik a játéka, az információ hiányos játékokban abszolút nem tud előfordulni. A Hanabitól ugye részben abban tér el, hogy milyen információt ismerünk, részben pedig abban, hogy a Hanabiban mi egy lórumszerűen építünk föl színsorokat, addig ez meg egy klasszikus ütésvívős, snapszer, Riki, kinek mi az ismerős, arra épít, és utána a közös célokat ad, amit meg kell próbálni okosan teljesíteni. Nagyon-nagyon jó pofa, és nagyon-nagyon jó pofa célokat találtak ki benne. 50 cél van az alapjátékban.
azt végigjátszani már egy elég komoly kihívás, nekem még nem sikerült, és, és bónuszba az internetről még 15 küldetés letölthető, ráadásul jön a kiegészítője is idén. Szerintem végtelen szimpatikus, hogy mindez egy pici dobozban pár kártyával, tehát hogy szerintem fontos, és ebben a listában, ebben a szedben rengeteg nagy szabású játékról beszéltünk, ahol röpködnek a tízezrek, és Clue esetében ilyen 3-4 ezer forintos játékról van szó. Tehát hogy fontos szerintem mérlegre tenni, hogy mennyi anyagi befektetésből, mennyi játékélményt tudunk viszont látni. Ez az a játék, ahol én komolyan elgondolkodtam azon, hogy valószínűleg nem érdemes kártyavédőt rakni rá, elhasználódik a kártya, nem kétséges, de inkább veszek belőle még egy dobozzal, mert nem kerül olyan sokba. Ha elhasználódott, majd lesz egy új dobozom. A kompaja gondozásában megjelenik a Kuruzsluk Verlinburban második nagy kiegészítője, a bosszik után jönnek az alkimisták is. Mennyire vagy kuruzslós? Mennyire tetszett? Nem vagyok nagyon kuruzslós, nem tartom rossz játéknak. Szívesen leülök vele játszani, magamtól nem keresném a játék alkalmat vele. Én nagyon szeretem a bosszikat, a bosszorkányokat, mert azon az xilofonozó foszforeszkáló szerencsefaktoron csillapít, tehát nagyobb lesz a játékosok ráhatása. Nem volt szerencsém az alkimistákhoz, és ismét korábban beszéltünk arról, és nagyon örülök neki, hogy egy magyar nyelvfüggő játék, a kiegészítés nyelvfüggő, és nagyon szimpatikus gesztus, hogy akkor minden kiegészítő szépen érkezik. Tehát meghozta a kompaja és ezt a döntést, hogy akkor minden kiegészítő szépen elérhető legyen magyar nyelven. Közben a mágikus tekercsek befutott, ez egy kis kockacsörgető játék, gyorsasági játékosok egyszerre kockákat dobnak. Ezt tavalyra ígérték, de előfordult, hogy meglehetősen sokat késik egy játék. Fú, úgy néz ki, hogy végére értünk a listának. Úgy voltunk vele, hogy inkább hagyjuk egy picit bővebbre, szeretünk volna minden játékról egy picit beszélgetni, és izgalmas évnek nézünk elébe. Mint említettük, ezen játékok közül egy-kettő már megérkezett, most már játszható, aztán meglátjuk, és kíváncsi vagyok, hogyha 2022 elején visszanézünk majd 2021-re, akkor ezen játékok közül a játékélmények alapján milyen benyomást szerezhetünk. De örülök, hogy beszélgettünk ezekről a játékokról. Én is örülök, hogy beszélgettünk, és szeretném még egyszer kihangsúlyozni, hogy végigmentünk ezen a listán. Egészen megdöbbentő, hogy hát február van, 2 hónap alatt jött össze ez a hihetetlen mennyiség, tehát hogy valószínűleg rengeteg izgalmas dolog vár még ránk az évben a magyar bejelentések kapcsán is. Így van, hogy bizonyos idő elteltével jelentkezünk egy újabb listával, azt meglátjuk, és nagyon kíváncsiak vagyunk, hogy tetszett ez a videó. Kérlek, kommentben pár gondolatot dobjatok le, beszélgessünk egy kicsit. Hogyha azóta megjelent volna valamely játék, akkor kérlek, azt is kommunikáljátok. Igyekszünk mi is napra készek lenni a bejelentések tekintetében, és nagyon izgalmasnak tartottuk így végignézni ezeket a játékokat így egymás mellett, mert nagyon izgalmas és sokszínű évnek nézünk elébe. Ha tetszett ez a videó, akkor kérlek, dob egy lájkot, esetleg egy megosztást, hogy minél többek kezelésen ez a társas játékos tartalom. Kócz, nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél és hogy beszélgettél. Én is köszönöm, hogy itt lehettem. Ilyen volt. Hamarosan találkozunk. Jó játékot. Sziasztok! Sziasztok!